Sarajevo ürességének a bölcsőjénél szegény vajda idejébe, azóta egyfolytában, és azt hiszem, hogy nem is volt olyan eseményetek, ami nem vettem részt. Több kitüntetésem van, de nem írtak le, minden nem baj. Ennek külön két okból örülök, most ennek a legjobban, aztán az összes között. Hát egy nem könnyű időszak van mögöttem, illetve még előttem is nyilván a sajtóból értesültetek. Azt is tudom, hogy nem mindenki értett először egyet ezzel a diákadással. Akkor szeretném tisztázni. Nem változtam meg. Nem vagyok áruló. Amit fogok csinálni a miniszter tanácsadójaként, azt a zsidóság érdekébe fogom tenni, és csak a zsidóság ügyekkel foglalkozom. Nem vagyok politikus, nem nincs politikai beosztásom, nem vagyok kormányalkalmazott, és kénytelen vagyok egy blogbejegyzést név nélkül ismertetni, aki árulónak nevezett, egy hölgy, és azt írta, hogy majd akkor kér bocsánat tőlem, hogyha lebontatom a szabadságtéri emlékművet. Ez egy értelmes ember egyébként, de a jelek szerint baj lett az agyában. És aki engem ismer, hogy 25 éve a hűtösségem belül mit tudtam, mit nem tudtam csinálni, aki azt képzeli, hogy én ebben a bizonyos megbízásban, amit kaptam a miniszterelnök minisztertől, hogy én ebben nem a zsidóság érdekében fogok dolgozni, ott az agyszekedményekkel baj van. Tehát nem változtam meg, ugyanúgy megvannak a véleményem, meg lesz a véleményem, és hallgatni fogom a szavamat, és ha láttátok a tévébe, vagy a Népszabadságban nyilatkozatát a miniszternek, ő világosan tette, hogy sok mindenben nem értünk egyet, majdnem mindenben nem értünk egyet. Viszont ő nem ismeri a zsidóság belső dolgait, úgy, mint hogy én 25 év alatt ezt megtanultam, illetve belejöttem. Munkatársaim,